Lesszi és a mentőcsapat. Verseny. Lassie's Rescue Rangers. Lassie's Rescue Rangers. Lassie's Rescue Rangers. A rodeón egy kicsit tovább kell majd bírnod, mint 4 másodperc, Susan. Különben nem indulhatsz. Mintha ti sokkal jobbak lennétek. Semmi baj, fogatlan, megbocsátok. Még mindig van mit gyakorolnunk, Jackie. A lasszózást és az ugratást. Itt van Dobbin, Jackie. Már felkantároztam neked. Közben. Most már csak fel kéne ébreszteni valahogy. Ez bejött. Ügyes vagy, Lassie. Oké, Jackie. Vágtass Dobbinnal, amilyen gyorsan csak tudsz, és próbáld meglasszózni az egyik kerítés cölöpöt. Majd mérem az időt. Gyerünk, Dobbin. Indulj. Ennél még páncélos a teknős is gyorsabb. Ez az, Dobbin, gyorsabban, gyorsabban! Nem biztos, hogy bírni fogom ezt a sebességet. Ez az, Dobbin, vágtas! Vágtas! Oké, Susan, indítsd az órát! Óra indul! Ó, Dobbin! Lassíts! Lassie, fékezd meg Dobbin! Hiszen visszamegy az istállóba. Csinálj valamit, Lassie! Segíts! Lassie, hol van Jackie és Dobbin? Hol van Dobbin? Alattam van és szénát csemegézik. Elég rossz időt mentél, Jackie. 3,5 percet. Nagyon vicces, nagyon vicces. Ki van zárva, hogy felébredjen? Igen, kipurcant. Muszáj felébrednie, mert ifjú Róka még nem gyakorolta az ugratást. Az sem segítene rajtam, Ben. Még legalább 2 évig kellene gyakorolnom. Itt vagytok, srácok. Már mindenhol kerestelek. 5 percen belül indulunk a városba, úgyhogy szedjétek össze a rodeó holmitokat. Jó, apa. Mind felkészültetek az első rodeótokra? Amennyire csak tudtunk, anya. Ja, egyetlen világrekordot sem fogunk fenyegetni. Annyi szent. A lényeg, hogy jól szórakozzatok. Ott van az aréna előttünk. Ja, egy bramabika. Az nagyon veszélyes, mert nem csak gyors, de hatalmas is. Apa, nézd! Ott van! Menjünk! Lassie, vigyázz! Lassie mindjárt visszatereli a helyére. Uraim,
Hála a világhírű Leszi hősies bátorságának, a szökevény Bika már is visszakerült a karámjába. El sem tudom képzelni, hogy szökhetett meg a Bika. Az embereim ellenőriztek minden zárat, és azt mondták, mindegyik rendben van. Gondolja, hogy valaki szándékosan kiengedte? Ez nagyon is lehetséges, Ben. Van valami elképzelése, hogy ki lehetett? Fogalmam sincs, Laura. Tudom, hogy szereztem néhány ellenséget, de az én rodeom mindig tiszta volt. Hello, igen. Mi? Mikor? Hívjátok az orvos, mindjárt ott vagyok. A favorit lovam hirtelen megbetegedett. Hogy van, doktornő? Nem túl jól. Azonnal el kell vinni egy specialistához, különben elpusztul. Akkor már is vigyük. Az nem olyan könnyű. A legközelebbi specialista 200 mérföldre van innen. 200 mérföld? Mi oda szállíthatjuk, Jerry. Mennyi időbe telne? Egy kicsit több, mint egy órába. Az több, mint 50% esélyt ad neki. Jól van, gyerünk. Értesítsen, ha történik valami. Az a ló sokat jelent nekem. Óvatosan repülj át a hágók felett. A nyári viharok veszélyesek lehetnek. Jól van, Ben. Felhívlak, amint megérkeztünk. Egészen biztos vagyok benne, hogy valaki szándékosan akar ártani nekem. Az a ló még soha életében nem volt beteg. Ez tényleg nagyon furcsa. Fel kellene hívni a rendőrséget. Igen, most azonnal megteszem. Körülnézünk, hát ha rábukkanunk valamire. Köszönöm, Ben. Nagyra értékelem. Nem fog elpusztulni a ló, doktornő. Ó, azt nem hiszem, Ben. Az anyukád gyorsan az állatkórházba repít minket. Zivatarfelhők gyülekeznek a hegyek fölött, úgyhogy mindenki kapcsolja be a biztonsági övét. Lehet, hogy rázós útunk lesz. Rendben, anya. Leszi, mi baj van? Hozom a tűzoltókészüléket. Ejha, anya, ebben az esőben alig lehet látni valamit. Ne aggódj, Susan. Már annyiszor repültem erre, hogy akár álmomban is sikerülne. Tudom, de a villámok nagyon ijesztőek. Nem lesz semmi baj. Inkább kérdezd meg, hogy van a beteg. Rendben. Doktornő, mi a helyzet hátul? Minél hamarabb kiérünk a viharból, annál jobb. A dörgés idegesíti a lovat. Tartsanak ki. 15 percen belül leszállunk Carson Cityben. Az jó. Köszönöm, Susan. Nyugalom, Paci, nyugalom. Minden rendben lesz. Mindenki jól van hátul? Jól vagyunk, Susan, bár a ló nagyon megijedt. Mi történt? Villám csapott a gépbe, de minden működik, szóval úgy tűnik nem okozott sok kárt. 10 percen belül megérkezünk. A következő versenyző a 47-es számot viselő Dusty Tyler. Mutasd meg, Dusty! Mit ugasz, te ronda korcs? Tűnj innen! Nyomás! Hölgyeim és uraim, most pedig a rendkívül izgalmas lóbetörés következik. Az első lovas Ted Knight lesz. Mehetnénk! Leszi! Mi baj van, kutyus? Jól van, mindent beleted! Úgy látszik, valami gomb van a karámok környékén, hölgyeim és uraim. Hey, hát ez meg mi? Úgy látom, valaki meglazította ezt a hevedert. Köszönöm, Leszi. Megóvtál egy csúnya bukástól. Ezt most azonnal jelentem a főnöknek. Ennyi elég is lesz, Jackie. Nem hiszem, hogy a tűz újra fellobbanna. Hey, hol van Leszi? Nem tudom. Nem láttam, mióta kigyulladt az istálló. Fogatlan is eltűnt. Keressük meg őket, ifjú róka. Kiértünk a viharból, most már nyugodt lesz az utunk.
3 perc múlva leszállunk Carson Cityben. Mentőjárőrök, itt a járőr 1-es. Jelentkezzetek, vége! Laura, én vagyok az Ben. Mi a helyzet nálatok? Hamarosan landulunk az állatkórháznál. Kemény vihart kaptunk a hegyek fölött, de már minden rendben. Mi újság a rodeón? Azóta történt errefelé még néhány furcsa esemény. Mindjárt itt lesz a rendőrség. Értesítsetek a ló állapotáról. Úgy lesz, vége! Örülök, hogy biztonságban megérkeztek. Már aggódtam. Laura remek pilóta. Akadt egy kis gond, apa. Fogatlan eltűnt. Eltűnt? Elkóborolt, miközben tüzet oltottunk. Milyen tüzet? Kigyulladt a telivérek istállója. Lassie észrevette a tüzet, mi pedig eloltottuk. Gyertek, fiúk, keressük meg fogatlant. Viszlát később, Jerry. Az a benyomásom, hogy az öreg fogatlant elvitték egy körre. Úgy érted, elrabolták. Nagyon úgy néz ki. Szálljunk kocsiba és nézzünk körül. Hogy te milyen barátságos vagy. Nagyon okos vagy. Milyen trükköt tudsz még? Hű, ez szuper! Biztosan éhes vagy. Kérsz egy kis halat? Képtelenség megmondani, hol van fogatlan. Mostanra akár 100 mérföldre is lehet innen. Ne aggódj, Jackie, megtaláljuk. Nem ez az első alkalom, hogy elveszett. Tom! Ezt nem fogod elhinni! Megtámadott egy hatalmas, vérszomjas hegyi oroszlán! Egy hegyi oroszlán? Merre? Egy kicsit lejjebb az úton! Milyen messze? Úgy 4 mérföldnyire lehetett! Mi az lesz így? Te ki vagy? Ó, az ő barátja vagy mi. Ébredj, pajtás, itt van egy barátod. Szia, fogatlan! De jó, hogy meg vagy, öreg fiú. Ő a te oroszlánod? Igen, hol találtad meg? Igazából ő talált meg engem, és azonnal jól kijöttünk. Hogy hívják? Fogatlannak. Nagyon helyes. Bármit megadnék, ha lehetne egy ilyen barátom. Nos, sajnos fogatlan nem lehet a tiéd. De mit szólnál 2 ingyenjegyhez a rodeóra? Haver, ez igen! Kösz, imádom a rodeót! Most mennünk kell. Minden jót! Sziasztok! Kösz a jegyeket! Szia, fogatlan! Majd gyere el meglátogatni! Fogatlan! Mi bajod van? Talán nem tetszett neki annak a fickónak a képe. Talán ő rabolta el fogatlant. Menjünk, kövessük! Vicksburgi rendőrség, itt a mentőjárőrök mobilegysége. Követünk egy gyanúsítottat, akinek köze lehet a rodeó ügyhöz. Délfelé haladunk a 35. utcán a Broadway és a Maple között. Erősítést kérünk! Szemben. Azonnal küldök 2 járőrkocsit. Vége! Valahol elvesztettük a nyomát. Ne aggódjon! Körözést rendelek el a teherautóra a rendszám segítségével, amit megadott. Remek. A rodeón leszünk, ha bármi fejlemény van. Rendben. Viszlát később! Szia! Hogy érzi magát a beteg? Jól van, hála a specialistának és a doktornőnek. Valamint a mentőjárőröknek is. Itt mi a helyzetben? Most elég nagy a csend, de azt hiszem, még hallunk majd arról a rejtélyes bajkeverőről.
Jackie, ifjú Róka és Fogatlan, felügyeljétek az istállókat és a karámokat. Hívjatok, ha láttok bármit vagy bárkit, aki gyanúsnak tűnik. A rodeó többi területét mi ellenőrizzük. Rendben, apa. Szerintem váljunk szét. Úgy nagyobb területet ellenőrizhetünk. Részemről rendben. Gyere, Fogatlan. Én is hallottam, Lassie. Menjünk hátra és nézzünk körül. Látom! Most, Lassie! Fogatlan! Jackie! Lassie! Ifjú Róka! Mi az, Lassie? Hű! Ide néz, ifjú Róka! Nem ez az a teherautós fickó, akit követtünk? Vagy ő, vagy az iker testvére. Jobb, ha szólunk az apádnak. Hé! Hey, eltűnt az adóvevőm. Az enyém is. Biztosan kiestek a szénakazalban. Most nincs időnk megkeresni őket. Gyerünk! Gyá! 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 Hallgass csak, mintha egy marhacsorda rohamozna. Ifjú Róka, nézd! Pontosan a csorda útjában van. Semmi baj, kicsim. Minden rendben. Jenny, nem esett bajod? Jól van, csak megijedt egy kicsit. Mi történt, Jackie? A kislány éppen a rohanó csorda útjában volt. De Lassie megmentette. Köszönöm, Lassie. Meg kell fékeznünk a marhákat, mielőtt elérik a belvárost. Hogy, apa? Túl sokan vannak. Nem tudom. Talán beterelhetnénk őket egy parkba, vagy ilyesmi. Apa, van egy ötletem. Lógass le minket Susannel és ifjú Rókával kötélétre. És akkor úgy tudnátok terelni őket, mint az igazi kábolyok. Nem is tudom, Jackie. Ez nagyon veszélyes lenne. Dehogy lenne, apa. Csak egy biztosító kötél kellene, hogy baleset történjen. Jól van, srácok, egy próbát megér. Készüljetek fel. Gyerünk, bocikák, mozogjatok! Gyere, rajta, gyerünk, mozgás! Gyorsabban! Rajta! Nagyjából 50 méter után le kell kanyarodni. Tartsátok együtt őket, mert szűk az utca. Jól van, szép munka. Lassítsunk, mert ott van egy kocsi. Úgy látom, leroppant. Ki kell szabadítanunk azt a nőt. Laura, vigyél minket gyorsan az elakadt kocsi fölé. Vettem be. Siessen, asszonyom, nincs sok időnk. Kik maguk, talán valami rablók? Nem, asszonyom, a mentőjárőrök vagyunk. Kérem, tegye, amit mondunk. Siessetek, közelednek! Figyeljetek, srácok! A város térkép szerint van egy széles zsákutca úgy nagyjából a déli oldal közepe táján. Ha be tudjuk oda terelni az állatokat, végeztünk is. A zsákutca nagyjából 300 méterre van be. Tereljétek be őket, srácok! Remélem, nem vadulnak meg ismét, különben bajban leszünk. Nem lesz baj. Már annyira kimerültek, hogy kétszer is meggondolják, elinduljanak-e. Nem is tudom, hogy köszönjem meg nektek, Ben és Laura. Lassie-vel és a srácokkal együtt megmentettétek a rodeómat. Örülök, hogy a rendőrség elkapta a fickót, aki mindenért felelős. Tényleg neked dolgozott régen, Jerry? Igen. Az egyik legjobb lovasom volt, de aztán gondatlanná vált, és el kellett küldenem. Ideje, hogy elkezdjük a juniorok versenyét. És most, hölgyeim és uraim, következik a juniorok versenyének első száma. A lóbetörés. Az első versenyző ifjú Róka. Rajta, fiam! Kész vagy, ifjú Róka?
Jobban már nem is lehetnék. Nyisd ki a kaput! Jól vagy, ifjú Róka? Persze. Csak akkor fáj, ha nagyot nevetek leülés közben.